Szponzorok, edzések, csapatmenedzserek, profizmus. Elsőre bármelyik sportról eszünkbe juthatnának ezek a szavak. Akár az elektronikus sportokról is, amiknek a szerelmesei professzionális módon versenyszerűen foglalkoznak az egyes videójátékokkal. Ebből fakadóan a játékos megjelölés mellett e-sportolóknak is nevezik őket. Számukra rendezték meg nemrégiben már második alkalommal a hazai e-sport fesztet. Tudjuk azt, hogy a videokontentek közül, a tartalmak közül a zene a legnézettebb, a második a játék, a gaming, és ezt láthatjuk itt a rendezvényünkön is. Gyakorlatilag két csapat a színpadra megy, és egymással küzd az első helyért. Mint minden profi sportról, itt is komoly csapatok komoly felkészítéséről, szponzorációjáról, versenyeztetéséről van szó. Ehhez pedig menedzserekre van szükség. A menedzsernek a feladatai közé tartozik a gyakorló meccseknek a leszervezése, szponzorokkal való kontakt, illetve minden egyéb olyan szervezési feladat, ami ahhoz kell, hogy a játékosok ténylegesen csak a játékkal kelljen foglalkozniuk. Stábunk bejutott a fesztivál VIP részlegébe is, ahol mi is beleshettünk a kulisszák mögé. Sőt, sikerült interjút készítenünk egy igazi gamerrel is, aki elmondta, milyen is egy e-sportoló élete. Változó, hogy mennyit gyakorlunk a csapattal. Van, hogy akár heti 20 órát is, de vannak gyengébb hetek is. Szinte kizárólag interneten zajlanak ezek a gyakorlások. Nagyon ritkán ülünk össze, szinte csak a versenyek alkalmával. Most a szponzorunk tervez egy úgynevezett bootcamp házat, ami arról szól, hogy kibérel nekünk egy lakást, és ott ötten egymás mellett gyakorlunk, ami elméletileg hatékonyabb lesz. Játszok egyedül is, tehát egyénileg is készülünk, nem csak a csapattal. Ez is szintén változó igazából, leginkább a kedvemtől függ, vagy az időmtől, de ez is körülbelül egy heti 20 órát kitesz, tehát majd, hogy nem, hát egy ilyen napi 4 és 6 óra közt játszok körülbelül a játékkal. Bárki bármit mond, az e-sportok világa egyre népszerűbb. Legalábbis ezt bizonyította a rendezvényen megjelent rengeteg látogató, akik egy nap erejéig kimozdultak a cybertérből a való világba. League of Legends a kedvenc játékom, és Vizi Csacsi kedvenc magyar játékosom. Szeretem a LOL-t, és ezért gondoltam, hogy eljövök. És tetszik neked ez a rendezvény? Tetszik, jó sokan vannak, meg mindenki kín vannak, nagyon segítőkészek, jól el lehet velük beszélgetni, úgyhogy tök jó. Nem vagyok rutinos e-sport látogató, most vagyok először, de nagyon-nagyon tetszik. Igazán sokszínű fesztivál élményt kaphatott az, aki ellátogatott a második e-sport fesztre. És talán megváltozott a gamerekről alkotott képe is. Mert ezek a számítógépes játékosok nem csupán fiatalok, akik naphosszat a monitor előtt ülnek, hanem ünnepelt hősök, akikért a világ minden pontján, köztük már Magyarországon is több ezren rajonganak.